lassan véget ér a film. Ez lesz az utolsó fejezet, csak nézed és nem számít már ki, mikor kit kivelezed. De a bűnöst felkötik, nem lényeg már, hogy melyik fára tudod már a bajnyugatot is, és átkapcsolsz egy másik csatornára. Izgalmas részhez érkeztünk, sokszor oda nézni nem ismersz, nem azért, mert hányszor értől csak félsz, hogy magadra ismersz. Ha mindannyian imádkoznánk, talán a kislány is újra járna. Unod már a sok szappan operát is, és átkapcsolsz egy másik csatornára. Bújjunk el a világ elől, hogy senki észre ne vegyen. Ne számítson rá, csak az, hogy jó legyen. Csak az, hogy legyen happy end a vége. Különben szarja az egészre, most itt vagy kényelembe. Szívtál már eleget életedben, legyen jó a vége. A fős úsz a megélve, érezd magad jól. Gondjaidat félretéve, nem kell a dráma. És nem tudod előre, és nem tudod előre. Bújjunk el a világ elől, hogy senki észre ne vegyen. Ne számítson már, csak az, hogy legyen happy end a vége. Különben szarja az egészre, most itt vagy kényelemre. Életedben legyen jó a vége. A fős úszra megélve, érezd magad jól. Gondjaidat félretére, hogy kapcsolt ki. Hogy kapcsolt ki. Gyakorlatilag az idején 17. évét tölti be a zenekar, és, de ez egy másik koncert keretein belül fogjuk megünnepelni. Nem akartuk, hogy most ez az egész erről szóljon, hanem az Unplugged lemezünk most az apropó, ezt fogjuk most itt bemutatni. Meg igazából még ami hozta az ötletet, az az, hogy megszülettek olyan dalok részünkről, amit hangos koncerten nem is tudnánk kivitelezni. De egy picit ugyan leül, tudod, így tőle, így a buli, kicsit mélyebb a dal. És... Vagy van, ami abszolút zongorai, igen, alapokra épül. Egy koncerten, egy hangos koncerten arra törekszünk, hogy megkezdődik a buli, és ott másfél órán keresztül legalább pörgés van. Tehát legalább 4-5 kilót ledobjon az ember. És egy ilyen alkalommal meg egy kicsit közelebb kerülünk az emberekhez, együtt énekelünk. Nem arról szól, hogy táncolás és hanem egy picit. Tehát ez más lenne, hogyha lenne két lemezünk, és akkor ugyanazokat a dalokat most megcsináltuk volna, így is, meg úgy is. Nem, itt arról van szó, hogy tényleg volt már eddig 15 lemezünk, és ezekről össze tudunk úgy mazsolázgatni olyan dalokat, amiket adott esetben hangos koncerten nem találkoznak, vagy ha találkoznak is, nem ebbe a formában. Mit lélegzem, amíg el nem szívják előlem, boldog ember lettem, a végén ez lett belőlem, mosolyogva nézem, a világról készül. Sátút képek, akkor készült, amikor a földön. Pedig már túl régen történt, mikor még a jó, csak egymást töltünk. Még a sírokra virágot hittek, és a politikusnak is hittek. Akkor még formában voltál, csak bambultál. Senki ezt
sem szóltál, és ennyi volt. Kifolyt a féle, a szárad földön, véget ért az élet. Sajnálom, drágám, mit tehetünk róla, megérdemeltük, tudhattuk volna. Nem érdekel, csak most lesz téma, mindegy elbaszott Ádám és Éva. Legyél hasznos, vésd be a falra, így mindenki emlékszik majd arra, hogy már már tudtad, meg volt a képlet, mikor véget ért az élet. Miért van az, hogy az ember csak állna, hogyha ne tudnék azt a vállány, amit eddig Istenként csodálta, ha annyira jó lesz, nem tehetünk mást. Zombiként felfajjuk egymást, mikor mindent megfertőztől sok lesz a méreg, akkor véget ér az élet. Sajnálom, drágám, mit tehetünk róla, megérdemeltük, tudhattuk volna. Nem érdekel, csak most lett téma, mind az utolsó biblia is éva. Legyél hasznos, vésd fel a falra, így mindenki emlékszik majd arra, hogy újjá életem volna, érted? Mikor véget ér az élet, míg lélegzem, hatyajam, amíg eleszik a kezőben, boldog ember lettem a végén. Mosolyogva nézem a világról készült elsárgult képen, akkor készült, mikor a földön véget ért az élet. De legalább neked is véget, még neked is véget, meg neked is véget, még neked is véget, meg neked is véget, még neked is véget, mikor a földön véget ér az élet. Neked is véget, neked is véget, és neked is véget, mikor a földön véget ér az élet. Számunkra azt jelenti a punk, hogy szabadság. Tehát, hogy gyakorlatilag semmilyen korlátok közé nem szorítjuk be ezt az egészet. Tehát, hogyha a műfajilag kellene kategorizálni, szerintem ez lenne a legmegfelelőbb. Neked igazéval ugye 17 éve alakult a zenekar, és akkor is az volt, és az évek folyamán is az volt, és most is az. 20 éves korom én, hát de anyám nyakán éltem, azután a barátnőm tartott el, és mikor azt kérdeztem, miért nem dolgozok semmit, azt feleltem, még senki nem fedeztet fel. Bár közöltök a tényt, hogy pénzt szerezni tudod, nem csak munkával mindez. Fogom faszok, hogy nem való, nem kell a kiszerény, mert annak nem jut a tortából nagy szeret. Például fog meg egy 100 kilós kiló növelté, nem vagyok gyáva, én megteszem. Majd a baleset biztosítás után járó ügyletéket, fog ki a zsangijalokba felveszem. És a jel vagy a pénzem, és minden kötél szakad, tanulok valami népű idő pszichológiát. Előjelöltként a parlamentbe megyek, és a szomelvényében egymást orgudrasztom az ottani maffiát. Ez is csak négy évig tart, hosszú távon nem jövedelmező. Bele kell vágnom valami másba, maradik pénzem, gyorsan fölélem.
és már vissza sem mehetek az ingyenlakásba. Keresnék én mellőtt, de nincs megfelelő, mert az én testem túl hamar elfárad. Még hogy egy nap fél órán már többet dolgozzak, mit képzeltek, mi vagyok én állat? Megvan a családi boruték, mi a gyártuk vagy 20 gyereket, csak én nőt kell keresni, kivel rakhatnám bele. 20-10 az asszonyam, hogy megvan 200, aztán néhány is dögölhetnek, de azt már ki nem szarja le. Nem könnyű mesterség, ezt én régen tudom ám. Az ingyen élés művészet nem holmi szaras exakt tudomány. Ez a kifejezés, tudod, olyan sértőrem nézve, mondjátok! Éjjel-nappal, mert ez nem a tökömet, nem ártok senkinek még. Egyedül keretem, majd a nyerek alottom, biztos uzsorás leszek, majd nagy kamattal hitelezek neked nyavajásnak, és ha nem fizetsz időben, gorilláim mennek, megkerestek, és a kedved végében elásnak. Mesterség, ezt én régen tudom ám. Az ingyen élés művészet nem holmi szaros egzak tudom ám. A pánkok az nem arról szól, hogy most puha vagy kemény valami, hanem gyakorlatilag a mondani való szerintem a fontos. És ezek a dolgok, amiket a mai koncerten megfogalmazunk, vagy amit egy előadunk, ezek ebbe az előadásmódban is nagyon ütnek szerintem. Némelyik dal még jobban is, mint az eredeti formájában. Nem szeretnénk lenni, tehát nem az a célunk, hogy mi most zászlóvivők legyünk, vagy valami, hanem egyszerűen vannak gondolataink, amit előadunk, és nagy örömünkre vannak olyanok, nagyon sokan ebben az országban, akik szimpatizálnak velünk, és hát akik szintén így gondolják, de sokszor úgy érzik, mintha esetleg helyettük is kimondanánk ezeket a dolgokat. Pontosan. Tehát eljönnek a koncertre, és osztják a nézeteinket. Újra itt a reggel, már nyitva van a szemem, kicsit nyugos vagyok még, nem tudom, hogy mi van velem. Ma is egy lehetőség, de mi van, ha nem jön el? Mit tett az ember így húzom túl a 30-hoz közel? Ma is küzdesz, talán holnap jobb lesz, hogy észrevesznek, és egy angyal jót tesz. Lehet, hogy okom lenne félni, de legalább én még tükörbe tudok nézni, azt is szívesen lennék így, és így kopasztom. És lenne a csajomnak mindig gyémánt fülbe való. Sikasztó bróker fiú, egy titik is adócsoló. Jó az ügyvéd, kivassa mindig, egy napot sem ült még, pedig odafaló. A magyar hősök ezt írít le, hogy mindent értek, már később mindegy. Lehet, hogy ellátni, és nem is kellene kérni. Még remény.